2024 év elején megemelkedtek az útdíjak, új szakaszok kerültek be a tehergépjárművek fizetős rendszerébe, és nőtt a gázolaj jövedéki adója. Várjuk már az áremelkedést, aminek egy-egy része vagy egy-egy tényezője már jelentkezett is. Építőanyag árakból egy-kettővel kapcsolatban már nagyobb számlákat kaptunk. Ezek ilyen 5-10%-os áremelést eredményeztek. A közúti árufuvarozásban jelentkező plusz tételek még nem csapódtak le nálunk, de hát ezek megkérdőjelezhetetlenek, és heteken, hónapokon belül az egységárakba, a költségekbe jelentkezni fognak. A szállítási díj legalább 5, de akár 25%-ot is kitehet az építkezés helyszínére szállított építőanyag árából. De az biztos, hogy az építőiparban az év első negyedévében várhatóak mindig is az áremelkedések. Ezekkel lehet számolni a tárgy évben, azokra az árajánlatokra, vagy azokra az ajánlatokra, amit tudunk ezzel számolni. Az igazán nagy feladata az, amikor ezt megelőző megrendelésünknél kell az anyagbeszerzés már ezeken a nagyobb árakon teljesíteni, és ez jelenti az igazán komoly feladatot az építőipar szereplői számára. Stratégiát, ha nem is kell váltani, de átalakításra, észszerűségeket és hatékonyságot növelő lépésekre biztosan szüksége lesz előbb-utóbb minden vállalkozásnak, mondta el nekünk az Aliska Bau műszaki igazgatója. Azt gondolom, az év első negyedévében ezek az áremelkedések megtörténnek, ezek már a 24-es évet remélhetőleg tovább nem fogják terhelni, hogyha maradnak a most meglévő jellemzők, tényezők. Munka legyen, én azt gondolom, ez a legfontosabb mindenki számára. Az üzemanyagok jövedéki adójának emelése átlagosan 40 forint feletti áremelkedést idéz elő a fuvarozásban meghatározó gázolaj esetében is. Emellett a széndioxid pótdíj bevezetésével párhuzamosan emelkedett az útdíj is, ami az építőanyag szállítmányozásban leginkább használt tehergépjárműveknél kilométerenként további 20-50%-os áremelkedést eredményezhet. De van olyan kategória, ahol az útdíj főutakon több mint duplájára is emelkedhet.